Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt az m -Store csatornán, az én nevem Zsolt. Elképesztő, hogy hol fejlődött a világ. Amikor én még 11 2 évvel ezelőtt a mobil elkezdtem különböző kütyüket tesztelni, hát 10-ből 9 eszköz telefon volt. Most pedig már okos a kamerától kezdve a tévén át, az autóig minden lényegében, és a robot porszívók is egyre nagyobb szerepet játszanak az életünkben. Ezek azok a készülékek ugyanis, amelyek segítenek a mindennapi takarítást elvégezni. Nyilván nem tudják helyettesíteni a klasszikus porszívókat, de mindenképpen segítséget újítanak nyújtanak azért, legalább abban, hogy a kutyaszört, a macskaszört vagy esetleg az általános port felszívják. És rengeteg különböző ilyen eszközt teszteltünk már itt az M-Store csatornán is, akár az Imilab, akár a Riomi, akár a Salmi kínálatából. Utóbbi gyártóhoz tartozik legújabb tesztalanyunk is, ami nem más, mint a Robot Vacuum S10, aminek az előnye, hogy lézeres navigációra képes, nagy szívóerővel rendelkezik és alkalmazáson keresztül is vezérelhető. Ráadásul ahhoz képest, hogy mennyi mindent tud, nagyon kedvező áron kapható. A robot porszívó meglehetősen nyúlánk dovoz megtalálunk több tartozékot is, magát természetesen a készüléket, ezen kívül pedig egy dokkolót, amit úgy kell elhelyezni, hogy nagyjából azért megfelelő távolságra legyen minden tártól vagy éppen faltól, ez még tartozik még egy tápkábel is. Van még a csomagolásban egy sarokkefe, valamint egy ilyen mob egység is, ami arra szolgál, hogy felporszívozás mellett fel is töröljön maga a robotporszívó, illetve egy kettő az egyben tartást is kapunk még, amiben nem csak vizet tudunk önteni a feltörlés céljából, hanem oda be a port is a Adatokat tekintve az egyik legfontosabb, az a 94,5 mm-es magasság lehet sokaknak, hiszen így aláfér különböző bútoroknak, ágynak vagy esetleg polcoknak, könnyebben tud takarítani a készülék, aminek a szívó ereje 4000 pászká, tehát valóban nagy szívóerővel rendelkezik, fel szippant, szippantani nem csak az apró kis törmelékeket, hanem a nagyobb darabokat is. Körben nézve felül van két gombunk, illetve ott van a lézeres egység, aminek segítségével 360 fokban képes feltérképezni a területet maga a robotporszívó, és több szenzorral rendelkezik, akár még ütközés érzékelővel is. Ennek köszönhetően, hogy valaminek esetleg neki megy, akkor is onnan elrugaszkodik és folytatja tovább a munkát. A fedelet felhagyva kell behelyezni a tartályt, ami külön szűrővel is rendelkezik, ez egy HEPA filter. Ennek köszönhetően a por, illetve esetleg a kis szemcsék nem jutnak vissza a levegőbe. A fedél alatt találunk még egy ilyen kis eszközt is, aminek a segítségével egyrészt a portól meg tudjuk szabadítani a kisebb réseket, hiszen kefefejben végződik, a másik pedig egy ilyen vágó szerszám, itt a robotporszívó fő kefejéről le tudjuk választani a felpödrődött hajszálakat. Amúgy ezt a főkefét könnyű kivenni a helyéről, két gombot kell benyomni, és úgy fel tudjuk venni ennek a tartó elemét, és ki tudjuk venni a kefét, mert tudjuk tisztítani. Mielőtt a robotporszívót elindítanánk az útjára, mindenképpen rakjuk föl a sarok kefét, ez egy pár másodperces művelet, illetve az ütközés gátlóktól vegyük el a kis szivacsokat, mert azok a szállítás miatt vannak ott. A robotporszívó alján még két darab kereket is megfigyelhetünk, aminek a segítségével nagyjából cm-es küszöböket is képes megmászni. Külső és képességeket tekintve nagyjából ezt érdemes tudni a Robot Vacuum S10-ről, ahhoz viszont, hogy üzembe helyezzük, a jól ismert Xiaomi Home alkalmazást kell letöltenünk, vagy a Play Androidra, vagy pedig az Apple App Storeból iOS eszközökre. Hogyha pedig ezt megtettük, akkor vagy létre kell hozni egy fiókot, vagy pedig be kell jelentkeznünk. Előbbi esetben azért néhány engedély megadására szükség van, úgyhogy hozzáférjen a készülék a Bluetooth kapcsolatokhoz, az értesítésekhez, vagy éppen a ne zavar üzemmódhoz is. A csatlakozás pedig vagy automatikusan történhet, vagy már volt párosítva a készülék, akkor a felül lévő két gombot kell hosszan megnyomni, ameddig angol nyelven el nem kezdi mondani nekünk, hogy a párosítás folyamatban és a wifi konfigurálása is éppen megtörténik. Innentől kezdve tudja az applikáció felismeri automatikusan, de nyilván mi is meg tudjuk keresni az immár magyar nyelvű Xiaomi Home alkalmazásban, a porszívók menüpontban ezt a készüléket, és hozzá tudjuk adni az ökoszisztémához. Négyekében a legfontosabb, hogy 2,4 GHz-es hálózatot kell választani, hiszen azon keresztül képes kommunikálni egymással a a telefon, valamint a robot porszívó. A két eszköz tehát párosításra kerül egymáshoz, Utána pedig már is léphetünk a földra, miután természetesen elneveztük a porszívót és megadtuk, hogy hol használjuk. A földön pedig már is láthatjuk, hogy mekkora területet porszívózott, vagy éppen törött fel eddig a porszívó, és ez mennyi időbe telt, valamint jó felül pálcikák formájában láthatjuk a töltöttségi szintet fel tudjuk húzni azt a felületet, ahol vagy visszaküldhetjük a dokkolóra tölteni, vagy pedig elkezdhetjük egy gomnyomással a takarítást, de be tudjuk állítani, hogy csak porszívózzon, vagy porszívozzon és feltörüljön is. Nyilván utóbbi esetben mindenképpen önteni kell vizet a tartályba, vegyszereket ne használjunk. Ezen kívül pedig különböző zónákat is létre tudunk hozni, hogy hol porszívózzon, vagy hol mosson föl maga a készülék, hogyha nem szeretnénk, hogy az egész szobát, vagy az egész lakást feltakarítsa, de különböző térképek elmentésével egyébként meg tudjuk tenni azt is, hogy csak bizonyos szobákat takarítatunk fel vele. A beállításokban láthatjuk az eddigi takarítási folyamatokat, hogy mikor történt és mennyi ideig és hány négyzetmétert takarított fel a készülék, valamint létrehozhatunk és szerkezhetünk különböző térképeket is, hogyha úgy gondoljuk, hogy az nem egy szoba, amit a porszívó magának elmentett. Különböző virtuális falakat hozhatunk létre, ha nem szeretnénk, hogy mondjuk egyik szobából a másikba menjen a robot porszívó, és egyébként ilyen kis új mozdulat segítségével könnyedén kalibrálni tudjuk ennek a vonalnak a helyzetét. Azt is be tudjuk állítani, hogy hol ne porszívózzon fel, mert mondjuk ott már mi megtettük ezt korábban egy klasszikus porszívóval vagy hogy vezetékmentes készülékkel, illetve ha nem szeretnénk, hogy a szőnyegünket felmossa, akkor ezt is kalibrálással könnyedén be tudjuk állítani. A különböző területeket tehát szemére tudjuk szabni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az egy szoba, ez nem egy szoba, akkor el tudjuk választani, és ennek köszönhetően rögtön két szoba lesz, vagyis utána már egyszerűbben be tudjuk állítani a robotporszívó egyik vagy másik szobát takarítsa föl, vagy mindkettőt. Be lehet állítani, hogy mikor történjen a takarítás, tehát mi, ha hétköznap mondjuk dolgozunk, akkor minden nap körbe menjen a porszívó, mondjuk minden nap nem feltétlenül érdemes kivét, vagy valamilyen állatot tartunk, vagy gyermekkel rendelkezünk, de ilyenkor is ki lehet választani, hogy ez felmosás legyen, vagy csak Felporszívózás, és milyen szintű, hiszen több szint van. Van csöndestől kezdve erőség minden. Akár végig is tudjuk küldeni a robotporszívót, hogy csak a sarkokat porszívózza fel és takarítsa föl, illetve akár, hogy még egyszer végigmenjen ugyanazon a területen, hogy a porszívózás a legjobb mértékű legyen, illetve kalibráltunk olyan időpontokat is, amikor semmiképpen nem szeretnénk, hogy a robotporszívó működjön, mert éppen alszunk, vagy akár gyermekünk is pihen. Léte tudunk hozni különböző térképeket, vissza is tudjuk állítani, és meg tudjuk nézni, hogy a különböző tartozékok milyen állapotban vannak, így a főkefe, a sarokkefe, vagy éppen a szűrő de ugyanígy megnézhetjük, hogy éppen mennyit használtuk már a mob kiegészítőt is. A külön van pedig meg tudjuk adni, hogy milyen nyelven szólaljon meg a porszívó, sajnos a magyar nyelv nem támogatott, de a főnyelvek igen, ki is tudjuk kapcsolni a hangot, vagy akár meg tudjuk adni, hogy milyen hangerőn szólaljon meg, és még egy fontos funkció is van, meg tudjuk adni, hogy ez a feltörlés, ez mennyire legyen takarékos, vagy mennyire ne. Akár még egy virtuális joystick segítségével mi magunk is odavezérelhetjük a robot porszívót egyébként, ahova szeretnénk. Biztonsági szempontból ami fontos, hogy MIA egy biztonsági chip került a készülékbe, ami tárolja a különböző térképeket, de be tudjuk állítani azt is, hogy ezt ne töltse föl a felhőbe, ezáltal ne tudjon rólunk biztosan senki, hogy milyen lakásban élünk. Vannak automatizáló folyamatok is, így például, hogyha az ajtónyitó szenzor zárást érzékel, mert elmentünk otthonról, akkor utána elkezdi a robotporszívó a munkát, majd ha mi hazaértünk, akkor már tiszta lakás fogad minket. 3200 mAh kapacitású akkumulátorral rendelkezik ez a készülék, ami akár 120 perces üzemidőre is képes, nyilván standard módban. Van ugye a standarden kívül erősebb turbo, vagy éppen csendes fokozat, ettől is függ a robotporszívónak a működés ideje, plusz hogy felporszívózás mellett feltörlése is szeretnénk -e használni. Szóval a Xiaomi Robot Vacuum S10 egy olyan készülék, ami meglehetősen kedvező áron kapható, ennek ellenére lézeres navigációra képes, akár Y, akár cikcak mozgásban, víztartályal is rendelkezik, tehát felporszívózás mellett felmosni is tud, és applikáción keresztül is tudjuk vezérelni. Ha pedig tetszik, akkor meg tudjátok vásárolni a Lurdi M Store-ban, vagy pedig az mstore.hu webáruházban, a vásárláshoz szükséges linket megtaláljátok a videó alatti leírásban. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó, kövessetek a különböző közösségi oldalakon is, nyomjatok egy lájkot, és szép napot kívánok mindenkinek. Sziasztok!